Most egy igazán motiváló történetet mutatunk egy 23 éves férfiről, akit csak úgy emlegetnek, hogy a Durándai Schwarzenegger. A Ripos tábja megtalálta Palit. A fiatal gyöngyösi férfi nehéz életkörülményei ellenére sem adta fel, és minden álma, hogy híres testépítő legyen. Pali ezért rengeteget edz, szeretne kitörni a szegénységből, és megmutatni a világnak, hogy kellő kitartással mindent el lehet érni. A Riposzt levitte Durándára Pali egyik példaképét, aki besegített neki az edzésbe. Nézzék csak! I'm a Terminator. Meg szeretném mutatni a világnak, hogy lentről is fel lehet jutni. Versenyezni szeretnék. Ő Pali, akit manapság csak úgy emlegetnek, hogy a Durándai Schwarzenegger. A 23 éves férfi gyöngyösen, pontosabban Durándán él. Genetika. Ez egy nagyon nagy genetika. Hát ilyen tesztelint, amit a Durándában nincs is senkinek se. Pali közmunkásként dolgozik, és minden nap a helyi patakot tisztítja, a felgyülemlett szeméttől, majd munka után őrült gyúrásba kezd edzőjével Zolival, hiszen az az álma, hogy egy nap példaképeihez, Arnold Schwarzeneggerhez és Molnár Péterhez hasonlóan híres testépítő legyen. Halló, a Durándai Schwarzeneggert keressük. Itt vagyok. Szia, hello! Szia, Mendi Pál vagyok. Molnár Péter, örülök, hogy találkoztunk. Pára egyetek be! Pali híre magyar példaképéhez. Molnár Péter IFBB Men's Physique versenyzőhöz is eljutott, ezért a fiatal testépítő úgy döntött, meglátogatja Pali Durándán, hogy besegítsen neki az edzésben. Ahogy nézlek, te voltál az, akire így felnéztem. Megtisztelő, köszönöm szépen részemről, komolyan mondom. Egy nagyon nagy napfia vagy, esküszöm. Itt edzem. Pali Molnár Péter motivációs videóit nézve gyúrta ki magát 2 év alatt ebben a szabadtéri edzőteremben, amit edzője Zoli készített saját kezüleg. Hát úgy szoktuk vásárolni. Vásárolni szoktuk. Mikor mély telep. A férfi rengeteg energiát fordít arra, hogy így nézzen ki. Ti vagytok a példaképek. A napi munka után pedig irány a terem, ahol télen-nyáron napi 2-2,5 órát tölt. A kemény munka pedig láthatóan meghozta az eredményét. Örülök annak, hogy számukra ez egy ajándék, ez egy pozitív dolog, és én úgy érzem, hogy ők megtalálták magukat ebben a sportban, és egy olyan hobbit, olyan életstílust tudtak a nehéz körülmények között választani maguknak, ami építő. Pali szeretne egyszer színpadra állni, és megmutatni a világnak azt, hogy nehéz körülmények között is képes volt küzdeni egy jobb életért. És ez voltam én.